Szeretettel köszöntöm a televízió nézőket. A mai üzenet címe, amit kérsz, vedd el hittel. Sokszor elmondhatnánk magunknak, hogy ne kételkedjünk Isten hatalmában és erejében. A Biblia is mondja Jakab levelében, hogy bátran fordulhatunk Istenhez kéréssel, de azt is mondja, hogy semmit se kételkedve. Mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger habja, amit a szél sodor ide és tova. Az Úr inkább azt mondja mindannyiunk számára, hogy hittel és bizalommal járulhatunk az Isten szent királyi trónjához. Csak egy rövid történettel folytatnám. Apostolok cselekedetei 12-es részben található. Jézus feltámadása után, mikor Heródes király uralkodott, Jézus az úr már felment az atyához, és a tanítványok együtt voltak. Nem volt fényes a, nem volt fényes a helyzet, mert a keresztényeket Jézus követőit ördökölték. Ekkor történt Jakab apostol kivégzése is. Ezt követőleg Heródes látta, hogy vannak olyan emberek, akiknek ez tetszik. Így elfogatási parancsot adott Péter apostol elfogására. Péter apostol börtönben zárták, és négyszeres megerősített őrséget rendeltek mellé. Ekközben Jézus követői a hívők együtt voltak mint már említettem, és imádságukban könyörögtek Péter szabadulásáért, vagy Isten bármiféle segítségéért. Amikor Péter a cellában volt Isten, angyala megszólította őt. Ezt mondta, kelj fel, Péter, vedd fel a sarudat és a felső ruhádat. Péter úgy cselekedett, hallgatott a hívásra, a, a, megszólításra. És az angyal kivezette őt a börtönből három őrségen keresztül. És a negyedik akadály egy hatalmas vaskapu volt, ami megnyílt előttük. Péter álmélkodott, hogy valóság-e, vagy álom, ami történik vele. Nekünk embereknek is lehetnek olyan helyzeteink, amiben szabadulásra van szükségünk. És ha meghalljuk az igén keresztül, vagy egy üzeneten keresztül Isten hívását, akkor Isten tud segíteni, ha bízunk benne. Amikor megtörténik egy-egy szabadulás, vagy megoldódik egy-egy probléma, mint Péter, mi sem hisszük el, hogy valóság-e, vagy álom. Ugye, ahogy Péter kiszabadul. Miután Péter kijött a börtönből, hova is mehetett volna? Hát rögtön a hitközösségben a testvéreket kezdte keresni. A testvérek közé ment. Kopog az ajtón, egy szolgáló lány odaszalad, de nem nyit ajtót. Visszaszalad szólni a testvéreknek, hogy Péter az, aki az ajtóban áll a mai üzenet lényege ebben a mondatban fogan meg. Amikor azt mondják a hívő testvérek, hogy biztos nem Péter, hanem csak az ő angyala. Miközben érte imádkoztak, Isten segített, és még maguk sem hitték el, hogy beteljesedett, amit kértek. Én arra biztatnám ma mindenkit, hogy amit kérünk az Úrtól, azt vegyük el hittel. Semmit sem kételkedve. Isten áldja önöket!